Azért kértem szót, hogy tisztelettel köszöntsem és gratuláljak mindazoknak, akik a Tűr István Képzés Kutatóintézet szervezésében, kapcsolódva a Belügyminisztérium Startmunka programjához elvégezték az első tanfolyamot. Elsőnek lenni az dicsőség, de az azt is jelenti, hogy egy nehéz úton indul el az ember, ahol még mások nem jártak. Bízom benne, hogy az a göröngyös út, amin elindultak, hogy a foglalkoztatást, a munkát és a tanulást összekapcsolják, az a jövőben természetes lesz Magyarországon, hiszen tanulás nélkül nem lehet igazán minőségi munkához jutni, és minőségi bérhez sem, tehát aki dolgozni szeretne, jó helyen dolgozni és sokat szeretne keresni, annak bizony képeznie kell magát, akiknek ez nem sikerült az első 8 osztályban, a középiskolában nem sikerült munkát szerezni, mi azoknak akarunk esélyt gyújtani. Azt szeretnénk, hogyha a munka mellett, amit az állam teremt meg lehetőségként, igénybe vennék azt a lehetőséget is, hogy mezőgazdasági képzésben, vagy bármilyen más képzésben magukat kipróbálják, hogy jobbak legyenek, és aztán jobb munkát kapjanak. Újra csak gratulálni tudok azoknak, akik ezt az első tanfolyamot elvégezték. 1461 ember, ez egy kicsi számnak is tekinthető, de minden ember fontos, aki valami olyan ismeretre tett szert, amit aztán utána kamatoztatni tud majd. A növényterjesztésben, az állattenyésztésben azt kívánom önöknek, hogy mindaz, amit itt megtanultak, abból legyenek sikeresebbek, tegyenek jót a családjukkal, saját magukkal, és várjuk a következő tanfolyamra, ahol majd önöket, ahol majd még tovább tudják magukat képezni, és aztán még jobbak lesznek az életfeltételeik. Egy nagy átalakulásban van mind a közszolgálkoztatás rendszere, mind a továbbképzéseknek, a képzéseknek a rendszere, a munka és a tanulás, ennek a kettőnek a jó összekapcsolása, hogy ne felesleges köröket járjunk, ne értelmetlen munkát végezzünk, ne olyan dolgokat tanuljunk, amiknek semmi értelme nincsen, hanem valóban hasznos dolgokat. Erre van szükség. Köszönöm mindazoknak az oktatóknak, akik bizony nagy számban ezt a 85 helyszínt két megyében vállalták, hogy lejárják, hogy felkínálják a képzéseket. Bízom benne, hogy az együttműködésünk egyre jobb lesz, és akiben tudás van, az továbbadja, akinek meg erre van szüksége, az elfogadja és jól fogja tudni hasznosítani. Gratulálok önöknek, és szép napot kívánok!